Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Erdélyi Rezső, Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És akkor egy gyors szolgálati közlemény kedves nézőinknek. Ezekben a percekben Izraelben már életbe lépett a kijárási tilalom, és érkeznek az újabb oltások, tehát továbbra is a napi 300 ezer oltást be fogják tudni adni. Bízunk benne, hamarosan nálunk is ez történik, és a vírust nem kívánó emberek száma egyre csökken, és mindenki be akarja oltatni magát. Bízunk benne, hogy ez történik itt nálunk is. Ugyanakkor az is kiderült, hogy az amerikai-német oltás mutációja kiváló a brit újabb vírusra és a dél-afrikai vírusra is, úgyhogy mutáció ide vagy oda, az oltóanyag működik. Szép jó reggelt kívánok! Na, hol tartunk a politikában? Eléggé ellentmondó hírek jönnek ki a közvéleménykutató intézetekből. Vannak, akik esküsznek arra, hogy az ellenzék vezet, van, aki azt mondja, hogy a kormánypárt a helyén van. Mi is az igazság? Ugye az, hogy a kormánypártok a helyükön vannak, az egy külön kérdés, hogy az ellenzék vezet, az megint egy külön kérdés. Ugye több olyan közvéleménykutatás jelent meg valóban a napokban, amelyek azt állítják, jellemzően nyilván ezek baloldali közvéleménykutatók, vagy baloldalhoz köthető közvéleménykutatóktól érkeztek. Nem tudtam, hogy vannak baloldali közvéleménykutatók. Hogy az ellenzéki közös lista, az vezet a kormánypártok listájával szemben. A mi kutatásunk az ugye azt mutatja, hogy ez azért nem teljesen így van, tehát valóban szűkült a különbség a kormánypártok listája és az ellenzék, a baloldali ellenzék közös listája között, de van egy nagyon fontos adat, amiben viszont azért nagyobb a különbség, ez pedig nem a teljes népesség, hanem azok az emberek, akik biztosra mondják, hogy elmennek választani. És azért ez egy nagyon fontos különbség, mert ugye ők döntik el majd a választást, azok, akik elmennek választani, és nem azok, akik ugyan szavaznának erre vagy arra, de utána szavazófülkében nem jelennek meg. Az, hogy a Wollner művek kitalálta, hogy 71 körzetbe kell, hogy legyen képviselőjelölt, mennyire fogja ez a szerencsepártokat vagy a bizniszpártokat engedni labdába rúgni? Én azt mondanám, hogyha megnézzük a 2018-as országgyűlési választásokat, ahol a kis túlzással azt lehet állítani, hogy az országos listán különböző asztaltársaságok is megjelenhettek, ezek el fognak tűnni, és azért fognak eltűnni, mert 71 körzetben képviselőjelöltet állítani, ugye a megyék többségében és Budapesten, ahhoz már egy olyan társadalmi támogatottság kell, amit ők nem tudnak maguk mögé állítani. Tehát 71 tisztességes embert, akinek tiszta a múltja, és el tud indulni, az nehéz találni? Hát az már sokkal nehezebb, mint egy ilyen bő két tucatot, mint amit a régi a törvény e tekintetben megkövetelt. Érdekes módon a régi szociáldemokraták indulnak, tudjuk már Szanyi kapitánytól, hogy ő éppen szocializmust készül építeni, és érdekes, idáig nem beszéltek róla a közvéleménykutatók, most viszont már őt is megemlítik, tehát akkor van esély ezek szerint, hogy bekerüljön? Ugye itt megint csak a saját kutatásunkra tudok hivatkozni, mi 1%-on látjuk Szanyi Tibornak a pártját, tehát valóban már átlépte azt az inger küszöböt, hogy mérhetővé váljon, mérhető legyen az ő pártja. A nagyon nagy kérdés az ő pártjának a viselkedése. Tehát nagyon nagy kérdés, hogy ő külön szeretne indulni az ellenzék többi pártjával, mint a parlamenti hát ellenzék közösen szeretne indulni. A parlamenti ellenzék pártjai, hát hogy mondjam, hogy ne legyek bulvár, pestiesen szólva nem ő a kedvencük. Valóban nem ő a kedvencük, viszont azt látjuk a balliberális ellenzéknek az összefogásából a Jobbikkal együtt, hogy itt azért nagyon sok esetben az, hogy kikinek a kedvence, ki mit gondolt évekkel, vagy akár hónapokkal ezelőtt, azokat azért viszonylag könnyű félretenni. Tehát ez ortopédia, mennyire hajlóképes a gerincoszlop? Emlékezzünk azokra a nyilatkozatokra, mind az MSZP DK részéről, mind a Jobbik részéről, hogy ők aztán a másikkal soha, és ehhez képest láttuk, hogy milyen közös nyilatkozat aláírása történt meg a héten.
Ugyanakkor úgy tűnik, hogy például a szocialistáknak az elvei és a politikai világnézetei, minthogyha most kezdenének eltűnni. Hát ugye, hogyha csak visszatérünk ahhoz, hogy a baloldaltól, a liberálisokon keresztül a valaha volt radikális jobboldalig egy ilyen balliberális koalíció kezd megalakulni és összeállni, akkor ebből azért óhatatlanul ez következik. Ez biztos, hogy ön balliberális koalíciónak hívja? Mitől bal és mitől liberálisok? Hát egykori baloldali és mostani liberális pártok alkotják. Tehát ebből óhatatlanul következik az, hogy az elveit, az értékeit valamennyiben résztvevő párt kisebb vagy nagyobb mértékben, de feladja. Tehát emlékszünk azért hol 180 fokos, hol ettől azért kisebb pálfordulásokra. Az egyetlen olyan párt talán, amelyik a legkevésbé adta fel az elmúlt években hangoztatott gondolatait, az éppen a Gyurcsány párt, a Demokratikus Koalíció. Ugye, ha visszaemlékezünk, Gyurcsány Ferenc már 10 évvel ezelőtt azt mondta, 9 évvel ezelőtt pontosabban, hogy az ő célja egy nagy ellenzéki demokrata párt, és hozzátette sokat mondóan egy akkori interjújában, hogy ő egyébként egy türelmes ember. Tehát neki erre van akár 10 éve is, hogy kivárja. Oké, hát ebből már 9 éve eltelt, meglátjuk az eredményeket. Akkor vegyük sorba az LMP, az eredeti LMP-ből mi maradt még meg? Hát, hogyha azt vesszük, hogy az eredeti LMP az eredendően arra szerveződött, hogy mind a politikai baloldal, mind a politikai jobboldal ellen fellépjen, akkor legalábbis fele más ez az eredmény, hiszen most éppen az egykori politikai baloldallal, a szocialista párttal, illetve a demokratikus koalícióval, Gyurcsány Ferenc pártjával készülnek egy listára. Hogyha onnan tesszük fel a kérdést, hogy miért érdeke a másik félnek, hogy az LMP rajta legyen a közös listán, ez akkor azért, mert a zöld gondolat azért egyre több embernél népszerű. És hogyha azt nézzük, az LMP, egyébként az ellenzék több más pártjára is igaz ez, önmagában nem tényező abból a szempontból, hogy nem lépné át az 5%-os közöbből, nem jutna be az országgyűlésbe. De az a 1%-3%, amit ők egy ellenzéki közös listának hozhatnak, vagy éppen elvehetnek, az azt gondolom, hogy az ellenzék politikusainak a fejében úgy tűnik, hogy számít. Tehát önmagában nem jutnának be, viszont fontosak lehetnek egy összeellenzéki összefogásban. Akkor nézzük a főpolgármesternek a pártját, aki korábban politikai szövetséget kötött a szocialistákkal. Ők vajon, ha egyedül indulnának, vagy csak a szocialistákkal együtt, akkor bekerülnének? Ez szinte biztosan kijelenthető, hogy nem, hiszen már a régebbi kutatások is azt mutatták, amikor még nem beszéltünk egységes listáról a parlament és parlamenten kívüli ellenzék esetében, ugye vegyük figyelembe azt, hogy a parlamenti pártok mellett azért ott van Fekete Győr-András pártja, a Momentum is. Oda is eljutunk mindjárt. Akkor az MSZP párbeszéd koalíció önmagában minimálisan ugyan, de a szükséges bejutási küszöb alatt lenne. Azért ne felejtsük el, hogy ők ugye koalícióként, pártszövetségként pontosabban nem 5, hanem 10%-os küszöböt kellene, hogy megugorjanak, ami 2018-ban is sikerült, de nem teljesítették túl ezt az elvárást, fogalmazzunk így. Mint már az előbb említette, Gyurcsány Ferencnek ideje van, mint a tenger, de így is egyedül is bekerülne, tehát a pártja önállóan is bekerülne. Vajon a liberálisokkal kötött szerződése, adoptálták a liberális pártot, így is mondhatnám, mennyire erősíti őket? Egy nagyon fiatal, kedves társaság, de politikailag mennyire tudják erősíteni ezt a társaságot? Azt gondolom, hogy itt legkevésbé a politikai erősítés volt a szempont, amikor ez a szövetség megkötetett a demokratikus koalíció, illetve a liberálisok között. Itt egy ennél sokkal pragmatikusabb cél volt, ugyanis, hogyha megnézzük, akkor folyamatosan történik a demokratikus koalíciónak az ellenzéki térfélen történő terjeszkedés. És nem csak a liberálisokra gondolok itt arra is, hogy a Magyar Szocialista Pártnak, hogyha megnézzük, csak itt a fővárosban két kerületi a polgármestere is átlépett az MSZP-ből a DK-ba, illetve egyébként máshonnan is, például a Momentumból is próbálkoznak mondjuk kisebb nevű politikusokat igazolni, de itt egy folyamatos terjeszkedést látunk, és azt gondolom, hogy ebbe a sorba illik bele. Az, hogy most a liberálisok színeiben indul nekik egyéni képviselőjük, vagy nem indul egyéni képviselőjük, az ebből a szempontból részletkérdés, de itt az összképet, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc a saját pártjának a folyamatos erősítése, akár a többi ellenzéki párt rovására is. Na most mi történik? Sokáig foglalkoztatott azokkal a politikusokkal,
akik valamikor valamilyen párttal bekerültek a parlamentbe, de idővel lemorzsolódtak. Itt van például az LMP-nek a volt két társelnöke, aki nagyon aktív munkát végez a parlamentbe, mint szólisták, úgy látszik, hogy pártostul ez nem megy. Ők vajon elveszítjük őket a következő parlamentbe, vagy úgy tűnik, hogy csatlakoznak valamelyik párthoz, aki elviszi a hátukon őt? Hogy elveszítjük őket a következő parlamentben, azt majd választók eldöntik 2022-ben. Ez ugye nem teljesen független attól, hogy csatlakoznak-e valamelyik párthoz, vagy nem, hiszen nyilván más esélyük vannak függetlenként, mint párthoz csatlakozva. Függetlenként szerintem abszolút nincs esélyük, mert nem tudják azt a 71-et összeszedni. Valóban, viszont hogyha függetlenként indulnak, akkor ugye nem pártként szerepelnek, tehát elindulhatnak egy adott körzetben. Viszont ugye láttuk azt, hogy akár az említett két hölgy, illetve úriember, illetve egy harmadik úriember, a Szabó Szabolcs, aki egy azóta már nem létező párt színeiben került be az országgyűlésbe, ők nem valamiféle formális választási együttműködést, de azért mégiscsak egyfajta együttműködést kötöttek a parlamentben egyébként jelenleg nem szereplő, nem lévő Momentummal. Ebből azért nem nehéz kikövetkeztetni azt, hogy a 2022-es választásokon a valamelyik országgyűlési körzetben ők a Momentumnak lesznek, ha máshol nem, akkor az előválasztáson a jelöltjei. Nyilvánvalóan Szabó Szabolcs esetében ezt sejtjük, hogy Csepel, illetve Soroksár, illetve akár Szél Bernadett, akár Hadházi Ákos esetében látjuk azt, hogy 2018-ban ők hol indultak, és vélhetően ugyanabban a választókörzetben fognak az egyik egy Pest megyei, a másik pedig egy vidéki körzet indulni 2022-ben is. Na most az, hogy a helyhatósági választásokon eredményeket értek el, mert ez tény, eredményeket értek el, de én hallom a füleimmel a nyikorgó kerekeket, ez olyan, mint a perestroika, ezt soha nem tudom nem mondani. Tehát azért ez kellőképpen nyikorog, azért nem simán működnek ezek a helyhatóságok sem. Hát a füleinkkel halljuk, illetve a szemeinkkel látjuk, hogy akár a budapesti, akár egy-két vidéki, a megyei jogú városban például nem feltétlenül felhőtlen az együttműködése az ellenzéki pártoknak, de én ebben megint nem látok semmi különösebben meglepőt a tekintetben, hogyha megnézzük, akkor itt tényleg olyan pártokról van szó, amelyik a magukat szocialistának definiálótól, a magukat liberálisoknak definiálókon keresztül az egykor nemzeti radikálisokként indult a pártokig, illetve politikusokig terjednek. Tehát egy ilyen ideológiai palettán az lenne a meglepő, hogyha csikorgás-nyikorgás mentesen működnének ezek az együttműködések. Az megint egy másik kérdés, hogy az önkormányzati választások eredményeiből... Mikor fognak ezekből a nyikorgásokból szikrák kipattanni? Na igen, ezt akartam mondani, hogy az megint egy másik kérdés, hogy ezekből az eredményekből milyen következtetéseket lehet levonni. Egyrészt a pártok milyen következtetést vonnak le, azt látjuk. Tehát láttuk az ellenzéki pártelnököknek a közös nyilatkozatát, hogy ők már pedig azt a képet próbálják artikulálni a választók felé, hogy lehetnek ugyan ellentmondások vagy csúrlódások, de ők azért kitartanak egymás mellett. Viszont a fontosabb kérdés, hogy a választók ebből milyen következtetéseket vonnak le. Tehát látják, hogy a helyhatóságok hogy működnek, és ebből levonják ki azt a következtetést, hogy ha a helyhatóságokat, legyenek ezek megyei jogú városok, legyen ez főváros, legyenek ezek kisebb városok, ilyen csikorgásokkal vezetnek ezek a pártok, akkor egy ország kormányzását rájuk lehet bízni, tehát a kormányzó képesség látszatát, azt a választók elhiszik-e ezekről a politikusokról, elhiszik-e azt, hogy ilyen ellentmondások közepette, ami ezek között a pártok között megvan ideológiailag, lehet-e egy olyan kormányzást, egy olyan sikeres kormányzást levezényelni, mint ami egyébként most történik az elmúlt években. De nekem ezzel az egésszel egy nagy problémám van. Ha én egy virtigli szocialista lennék, akkor biztos kitartanék az elveim mellett, és akkor nem fogadnám el ezt a langyos szocialista pártot, ami nem is hasonlít önmagához. Ha egy szélső jobboldali radikális lennék, akkor nem biztos, hogy megvenném ezt a cukiságot, illetve elhinném, hogy akkor rájuk kell szavazni. Itt azért az elmélet és a gyakorlat között tegyünk különbséget. Elméletben, hogyha meghallgatjuk az ellenzéki pártok vezetőit, akár a szocialistákat, akár a liberálisokat, mint a liberálisok alatt most gondolhatok a liberális pártra is, de gondolhatok a Momentumra is, akár az egykori szélső jobboldaliakat, ők azért az elveik mellett így úgy amúgy kitartanak a szóban. De hogyha a gyakorlatot nézzük, azért az elmúlt 10 évben a jelenlegi kormányzat, a jelenlegi kormányfő elleni
gyűlölet, hogyha úgy tetszik, az nagyon erősen összekovácsolta őket. És, de egy gyűlöletben nem lehet kormányozni. Én olyan országokban éltem az elmúlt jó hosszú időn keresztül, 30 éven, ahol koalíciós kormányok voltak, és ott van a impeachment, és fölrobban az egész, és az emberek elmennek haza, és újból választások lesznek. Azért Magyarországon az időközi, igen, nem az időközi választások, hanem az előrehozott választásoknak nincs gyakorlata. Tehát, hogy ez azért egy külön lapra tartozik, illetve nagyon ritkán teszik fel, sőt, szerintem soha nem szokták feltenni azt a kérdést a bizalmatlansági indítvány. Igen, de egy ennyire összetett, én ezt francia salátának hívom, mert annak is hatalkotó elleme van, azon is a szalmonellák táncolnak, tehát hat ilyen pártnak, ami homlok egyenest más gondolnak a világról, és lehet, hogy csak a gyűlölet, vagy a hazaszeretet, hívjuk bárminek, adjuk meg a kérdést, hazaszeretet tartja őket együtt. Na de ez nem elegendő arra, hogy azonnal ne bukjanak meg egy bizalmatlansági indítványnál. Vagy egyszerűen ez a magyar parlamentben még nem honosodott meg. Magyarországon ez azért nehezíti egy kicsit a konstruktív bizalmatlansági indítványnak az intézményét. Tehát ugye a miénk egy német mintával működő parlamenti rendszer, tehát csak úgy lehet bizalmatlansági indítványt beterjeszteni, hogy rögtön meg is nevezi a következő miniszterelnök jelöltet, a bizalmatlansági indítványnak a benyújtója. Tehát lehetnek repedések az ellenzéki pártok között, de a hatalom akarása, ami jelenleg összetartja. Tehát akkor érezzük magunkat egy skanzenbe, aztán meglátjuk, hogy kinek az akarata lesz erősebb. Azért ennél egy kicsit bonyolultabb a kérdés. Ugye most még előttünk állnak az ellenzéknek a 106 egyéni országgyűlési választókerületben az előválasztásai, amik egy nagyon érdekes képet fognak kialakítani abból a szempontból, hogy ugyan van 6 pártja ennek az együttműködésnek, de mi történik akkor, hogy olyan eredmény születik ezeken az előválasztásokon, amelyekre nem vártak. Tehát nem az lesz, hogy ahogy ők azt talán elképzelték, a választók majd szépen egyenletesen leosztják a helyeket az egyéni választókerületben, hogy kiinduljon a kormánypártok jelöltjével szemben, hanem teszem azt, a 6 pártból 2 letarolja ezeket a körzeteket, akkor a másik 4 párt arra mit lép? Hát, szerintem akkor kilépnek. Hát ez a jövő zenéje lesz. Ezt nem tudjuk előre megmondani. Ugye az a nagy kérdés, hogyha ez megtörténik, akkor azt a listával, a listás helyekkel lehet-e kompenzálni? Mi történik azokkal a képviselőkkel, akik nem jutnak így, vagy képviselőjelöltnek jelentkezőkkel, akik nem jutnak így hozzá a képviselőjelöltséghez? Lesznek-e egyéni sértettségek? Ez még 1000 alkotóelemtől függ. Tehát a 2021-es év az ellenzéki politika szempontjából egy borzasztó izgalmas. Hát politikai járvák már most is vannak, sértődöttek, akik Magyarország különböző pártjainak a sértődöttjei. Megnézzük, hogy kovácsolódnak össze. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm. Most előzetesek, és már is kapcsoljuk Tel Avivba Vadász Évát, megtudjuk, hogy milyen a kijárási tilalom, és hogy mit hoz a vakcina, hoz-e teljes győzelmet a Likud vezérének, és újból megválasszák-e majd márciusban Binyamin Netanyahut, hisz ha valaki csodákra képes, megkapták az elsőt, most megkapták a második eresztést a vakcinában, lehet, hogy megmenti a hazáját, és ezért cserébe újra választják. Mindjárt ezt fogjuk megtudni. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.